Évérzékelés, csökkent a bűncselekmények száma, de nőtt a baleseteké 2022-ben a Vármegyében. Irodalom és identitás Kovács Judit és Olá András munkásságával ismerkedtek meg Nagyarban. Elismerés, a közösségépítésért tett erőfeszítés díjazták Nyírpazonyban. Csökkent az erőszakos bűncselekmények száma, nőtt viszont a közlekedési baleseteké 2022-ben Vármegyénkben. Ezért növeli a közúti ellenőrzések számát idén a rendőrség. Erről is beszélt 35 perc című műsorunkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitány. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Farkas József rendőrfőkapitány elmondta azt is, az orosz-ukrán háború kapcsán a határvédelem is sok feladatot ad számukra, azokkal is emberségesen bánnak, akik az ukrán sorozás elől menekülnek a zöld határon keresztül. Üresen állt március elején a segítségpont Barabás településen. Nagyon kevesen jönnek át mostanában a határon a háború elől menekülve. Annál inkább a zöld határon, ahol fiatalok az ukrán sorozás elől menekülve kérnek védelmet. Farkas József rendőrfőkapitány 35 perc című műsorunkban azt mondta, ezekhez az esetekhez nagy humánummal közelítenek. Akik átjönnek hozzánk a zöld határon, mert nem jöhetnek, ők menekülnek, és őket minden menekültügyhöz kapcsolódó jogszabályvédi, és a rendőrök is így állnak hozzá. És azt se felejtsük el, hogy nagyon sok munkatársamnak, családtagjai, rokonok Kárpátalján vannak, tehát kapcsolatban vannak velük. Ezért nem pusztán szakmailag nézzük ezt a kérdést, hanem emocionálisan is. És igen, jó néhányan átjönnek, kettős állampolgárok, ukrán állampolgárok is szokták mondani, hogy a háború elől menekülnek, hát nem egészen a besorozás elől, de természetesen védelmet kapnak, megfelelő helyre szállítjuk őket, ahol szükséges ellenőrzéseket követően, mert azt is meg kell tenni, gondoskodunk a továbbjutásukról, elszállításukról, amennyiben igénylik. A határvédelem rengeteg többletmunkát jelent a vármegyei rendőrség számára. Ezzel együtt azonban csökkent a személyi és vagyonelleni bűncselekmények száma a tavalyi évben. A Vármegyénkben jelentős kockázat nélkül komoly bűncselekményeket elkövetni nem lehet. Igen, akár egy emberölésben, egy rablásban, ahol örömmel mondhatom, hogy 100%-os felderítési eredményességgel vagyunk, 100%-os nyomozati eredményességgel, ott a főkapitánytól az objektumon keresztül mindenki dolgozik. Ez azt gondolom, hogy közérdek. Igyekszünk minden egyes ügyben, de természetesen 100%-ot nem tudunk hozni. Nagyon jó eredményességgel dolgozunk a betöréses lopásokban, a lakásbetörésekben, az apróbb jellegű lopásoknál, amik tucatjával történnek, még akkor is, hogyha sok-sok elkövetőt hozunk, kerékpárlopások és apró besurranások, ott még van mit javítani, de a nyomozás eredményességünk ott is az átlag fölött van, az országos átlag fölött, és az országnak nem a könnyített pályán dolgozunk. Közúti ellenőrzésekkel azonban többet találkozhatnak az autósok ebben az évben. A közlekedési balesetek azon belül is az ittas állapotban elkövetett esetek száma nőtt 2022-ben. A Vármegyében 2022-ben 854 személyisérüléses baleset történt. Ez 7%-kal több, mint az előző évben. Szeretnénk csökkenteni, rengeteg ellenőrzést végzünk, de a közlekedés az egy sok szereplős társasjáték. Az a baj, hogy jó néhányan vagy a saját vezetési tudásukat becsülik túl, vagy az alattuk lévő gépernyő technikai adottságait. Tehát ebben van egy növekedés a súlyos és a könnyű kimenetelben, értelemszerűen 7%. Halálos balesetekre szoktunk elsősorban odafigyelni. Nos, a 2022 évben 20 halálos balesetben 21-en haltak meg. Az előző évben 21 halálos baleset volt, és 23-an haltak meg. Úgy is mondhatjuk, hogy két ember legalább életben maradt, de ez a 20 is, illetve ez a 21 ember a 20 halálosban, ez pontosan 21-jel több. És teszünk érte, és rengeteg ellenőrzést végzünk. És ugye örökös rákfenéje az ittas bódult állapotban, főleg az ittas állapotban történt vezetés. Nagyon szigorúak, következetesek vagyunk, és nem csak az álló ellenőrzésekkel, a finn módszeressel, hanem biztosan a kedves nézők is találkoztak akár a piros elfogókocsinkkal, akár más civil gépjárművekkel, hiszen azt gondolom a menet közbeni szabályszegések kiszűrése, a durva záróvonal leszorításos eseteknek a szankcionálása, ki gyorsan ad, kétszer ad, a legfontosabb. A vármegyei rendőrség nem csak az ellenőrzések számát tervezi növelni idén, hanem a fix sebességmérőkből is többet telepítenének. Emellett a mozgóautós és a drónos akciókat is folytatják a Vármegyében.
Kovács Judit író és Olá András költő munkásságát ismerhették meg az érdeklődők kedden délután Nagyarban. Az Irodalom és Identitás sorozat következő helyszínén találkozhattak is az olvasók az alkotókkal, az eseményt a Vármegyei Önkormányzat szervezte. Ha elhelyeznénk a térképen a magyar szépirodalom nagyjait, akkor Szabolcs-Szatmár Beregnél felborulna a térkép. Annyi kiváló írót és költőt adott Magyarországnak ez a térség, fogalmazott Jánosi Zoltán irodalomtörténész május 2-án Nagyarban. A község művelődési házában nem csak a vármegye klasszikus irodalom történetével ismerkedhettek meg az érdeklődők, de országosan ismert és elismert kortárs vármegyebeli szépírókkal is. Az eseményt Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a Vármegye Önkormányzata szervezte az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár Beregben című pályázatának keretében, amelynek célja, hogy az 1945 utáni kortárs vármegyei szépírók népszerűsítésével erősítsék az irodalmi kultúra jelene és múltja közötti kapcsolatot. Köztudott, hogy a magyar irodalmi nyelv az ebből a nyelvjárásból, a zempléni, felső szabolcsi nyelvjárásból alakult ki, úgyhogy nekünk kötelességünk az irodalmi hagyatékunkat is ápolni, és valóban megismertetni a gyerekeket akár Petőfi, vagy más nagyságaink életével, illetve műveivel. Megőrzésem szerint Petőfi az most is élvezhető, csak megfelelően kell interpretálni és a gyerekek kezébe adni. Különösen aktuális ez itt Nagyarban, hiszen itt számos legenda, történet kapcsolódik Petőfihez és az ő pályához. Ez pedig az a bizonyos fa, amely Petőfi Sándor a Tisza című versével együtt az irodalom történet részévé vált. A legenda szerint itt e kocsányos tölgy alatt írta versét Petőfi. A több mint 200 éves betegeskedő fába 1995-ben végzetes villám csapott, de csemetéjéből az idős szülő mögött új tölgyfa hajtott. Sajnos évről évre romlik az állapota, de megpróbálja a falu fenntartani ezt az örökséget a két fiatal fával, két fiatal kocsányos tölgyfával. Az esemény zárásaként a megemlékezők koszorúkat helyeztek el a Petőfi fánál. Bánóczi Lajos azt mondta, a nagyariak számára különösen fontos Petőfi öröksége, és szeretnék, ha ez az utókor számára is az maradna. Nagyon nehéz visszahozni azt a kulturális életet egy ilyen kisközségben, mert mi kisközség vagyunk, és minél több ilyen rendezvény van, vagy minél több ilyen rendezvényre kapunk meghívást vagy felkérést, ez mind erősít bennünket a kultúránkkal kapcsolatban. A biztonság érdekében csak ideig óráig tartott, és minél jobban vágytam rá, annál nehezebben jött el. Az irodalmi délutánon a közönség Kovács Judit regényeiből hallhatott részleteket a szerző felolvasásában, valamint találkozhattak Olá András költővel is, akinek verseit Gulácsi Tamás színművész tolmácsolásában ismerhették meg. 50 évvel ezelőtt kapta vissza városi rangját Nyírbátor, évszázadokig viselte a címet, de az 1800-as években visszavették a településtől. 1973. áprilisában lett újra város. Az 50 éves jubileum alkalmából ünnepséget szerveztek Nyírbátorban. Viaszfigurákon elevenednek meg Nyírbátor és a magyar történelem nagyjai a Várkastély kiállító tereiben. Ebben az időszakban városi ranggal rendelkezett a település, majd az 1800-as években elvették tőlük. Újra, csak 100 évvel később, 1973. április 29-én kapta vissza a városi rangot Nyírbátor. Ennek az 50. évfordulóját ünnepelték a hétvégén a településen. Azt szokták mondani, hogy Nyírbátor újra várossá vált 1973-ban. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy 73-ban kapott egy lehetőséget, hogy újra a térség meghatározó központja legyen, és az elmúlt 50 évben vált igazán várossá, azokkal a fejlesztésekkel, azokkal az átalakulásokkal, azokkal a civil szervezetekkel, vállalatokkal, intézményekkel, amelyekkel ma szolgáljuk az itt lakók, és nem csak a nyírbátoriak, hanem a környékben élők mindennapjait, akár a megélhetésről, akár a kultúráról, akár az oktatásról, akár az egészségügyről van szó. Ezek a fotók akkor készültek, amikor éppen nem volt városi rangú Nyírbátor. A jogállása ellenére városias épületek és szolgáltatások voltak elérhetők a településen. Már csak az évszázados hagyományok miatt is joggal tartott újra igényt a városi rangra Nyírbátor, mondta a jubileumi ünnepségen Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. Nagyon ősi település ez, összefor a magyarság múltjával, a bátoriakkal, mennyi-mennyi nemzedék követte egymást itt egyben a városban.
és milyen új feladataink vannak, milyen új fejlesztési feladataink vannak, hogy élhetőbbé, jobbá tegyünk közösségeink életét, Nyírbátor életét, a vármegye életét, hazánk Magyarország életét, a magyar nemzet életét. A város legjelentősebb kulturális intézménye a Báthori Múzeum, amelyet most felújítanak. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a korszerűsítés után ez lesz az ország első báthori emlékhelye. Megújultak tereink, útjaink, középületünk, középületeink, és a térségünket elérte az autópálya. Gyárak, üzemek épültek. Ezekkel új lehetőségek nyíltak meg az itt élők számára. A mi generációnk feladata a kapott örökség ápolása, amit példáz többek között a Magyar Nemzeti Múzeum Báthor István Múzeumának felújítása, melynek révén létrejön Magyarország egyetlen és első báthori kultuszhelye. A rendezvényen Máté Antal polgármester arról beszélt, hogy a közösségek tették nagyjá a települést, ezért a jövőben is rájuk alapozzák a város sikerét. Nyilván egy nehéz időszakon vagyunk most túl, én azt gondolom, hogy ezt a magyar embereknek nem nagyon kell ecsetelni, hogy milyen éveket kellett átvészelnünk. Nyírbátor ezt én azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest sikerrel teljesítette, és minden adottsága megvan a városnak ahhoz, hogy bizakodással nézzen a jövőbe, és vannak komoly terveink, vannak komoly elképzeléseink, amivel szeretnénk segíteni a környéken élő embereket, úgyhogy én bízom a város jövőjében, és hiszek benne, hogy Nyírbátor egy modern 21. századi várossá fog válni itt Európában. Az 50 éves évfordulóra szervezett hétvégi esemény a nyitó rendezvénye volt egy egész évben tartó sorozatnak, amelyben kulturális és szabadidős programokkal várják a városlakókat Nyírbátorban. Elismerést kapott a Vármegyei Önkormányzattól Nyírpazony. A közösségépítésben és az identitást erősítő programok okán kapott díjat a település. Az ünnepségen a Nemzeti Művelődési Intézet helyi kézműves szakkörének tárlatát is megnyitották. Tiszta búzát telezget a vadgalamb, de szépen szól a pazonyi nagy halam. Azt veri az mind a két oldalára, a pazonyi leányoknak nincs párja. Nyír pazonyba két úton kell bemenni. Közel 15 évnyi szünet után először áll színpadon a Nyírpazonyi Népdalkör. A nívódíjas együttes 1955-től egészen 2009-ig Ivancsó Dénes népművelő tanár vezetésével működött. Olyan civil kezdeményezés volt ez, amely fél évszázados fennállása alatt nem csak hazánkban, hanem határainkon túl is jelentős sikereket ért el. Miért szűnt meg? Meghalt Ivancsó Dénes bácsi. És azok az emberek, akik oda jártak, megöregedtek tulajdonképpen, és a fiatalabb generációt elég nehéz ilyen dolgokba bevonni, de most olyan lelkesedéssel, 14 fővel indult ez a kis csapat, hogy elmondhatatlan boldogság nekünk, számunkra az éneklés és a közösség számára is. Bízunk benne, hogy nagy értéket fogunk teremteni. A község polgármestere a Vármegyei Közgyűlés elnökétől vett át emléklapot. Nyírpazony ugyanis több rendezvény szervezésével segítette a Vármegyei Önkormányzat 2018-ban indult több településen átívelő Hagyományok útján című programsorozatát. A záró eseménynek is Nyírpazony volt a házigazdája tavaly szeptemberben. A nagyközség vezetésének kiemelt célja a helyi tradíciók megőrzése, ápolása. Inkább a népi hagyományokra fókuszálunk, és úgy látjuk, hogy ebben azért egy komoly összefogás van a településen belül intézmények, iskolák, óvodák, egyházak, civil szervezetek között. Ha egy pár példát tudok említeni, akkor szerveztünk már mesterségek ünnepét, hogy a kicsiknek, óvodásoknak, iskolásoknak bemutassuk a régi mesterségeket. Működik egy horgolda szakkör, ami szintén nyírpazonyi sajátosság, valamint a óvodáinkban és az iskoláinkban ott a népi hagyományokat ápolják egészen Falsangtól a Kiszabá végétésétől kezdve a lucázásig, és a református egyházközösségünk pedig néhány évvel ezelőtt a kántálás hagyományát hozta vissza a településen. Az emléklappal a Vármegyei Önkormányzat köszönetét és elismerését fejezte ki a nyírpazonyiak számára.
Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk. Nyírpozonyban is közel 1000-en vettek részt ezeken a programokon, amelyek kis csoportos foglalkozásokat, hagyományőrzést, nagy rendezvényt, egyfajta falunapot jelentettek, és ezt szeretnék megköszönni most itt Nyírpozonynak is, hogy ebben a programban részt vettek. Ezzel emlékezetessé téve számunkra ezt a néhány évet, amit az identitás megőrzésben, fejlesztésben együtt töltöttünk, együtt végeztünk. Persze ennek nincs vége, hiszen az identitásuk megerősítése, megőrzése egy örök feladat. Tudnunk kell, hogy hol vagyunk a világban, miért vagyunk itt, mi a feladatunk a világban, kik vagyunk. Ezeket a fogalmakat nagyon sok támadás éri manapság, ezért nagyon fontos, hogy megerősítsük magunkban magyarságunkat, lokálpatriotizmusunkat és identitásunkat. Az emléklap átadását követően kiállítás is nyílt a Nyírpazonyi Könyvtárban. A tárlatot Nagy Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója nyitotta meg. A szervezet Szabolcs-Szatmár Berekben több mint 50 helyszínen indított kézműves szakköröket. Nyírpazonyban a helyiek mézes kalács készítő műhelyének alkotásaiból nyílt kiállítás. Drasztikusan csökken az üzemanyagok ára pénteken a hazai kutakon, akinek nem sürgős, érdemes megvárni a tankolás, mert a benzin 10 forinttal, a gázolaj pedig 18 forinttal lesz olcsóbb. A holtankoljak.net információi szerint így péntektől 1 liter 95-ös benzin 570 forintba, 1 liter dízel pedig 549 forintba kerül. Idén is megrendezték a Centrum Futsal versenyt, az országos döntőnek Nyírbátor adott otthont. A megmérettetésen a Veszprémi Táncsics Mihály Technikum csapata lett az első, a második helyet a Pogányos Csibészek Fantázia nevű budapesti együttes szerezte meg a Berettyó Újfalui Arany csapata előtt. A tornán 12 együttes lépett pályára. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum Nyírbátori Intézménye, a Bethlen Gábor Technikum Szakképzőiskola és Kollégium 2016-ban indított el a Centrum Futsal sorozatot, amelynek 6. alkalommal rendezték meg a döntőjét. Az első években csak 3 igazolt futsalos léphetett csapatonként pályára, most már azonban klubcsapatok utánpótláskorú játékosai mérik összetudásukat. A 3 körös selejtezőt követően 8 régióból 12 csapat jutott a nyírbátori fináléba. Mint Lőrincs Sándor, a sorozat ötletgazdája elmondta, az intézmények külön is készülnek a tornára. Hiába ezek úgymond profi játékosok, muszáj összekovácsolni őket. Mi úgy szoktuk csinálni, és azt javasoljuk a többieknek is versenykiírásszerűen, hogy csináljanak házi foci bajnokságot. Nézzék meg, hogy kik azok a játékosok, akiket be lehet tenni. Ezt általában október, november, decemberben, de általában decemberben mindig van egy házi foci bajnokság minden iskolába, egy karácsonykupa, és akkor ott kiválogatják a gyerekeket. Azt szoktuk mondani nekik, ha egy héten egyszer legalább összeálltok focizni, vagy gyakorolni, akkor az már megtettetek érte annyit, hogy jó kis csapat lesz, illetve az itten megjelent csapatoknak nagy része a diákolimpiai futsal tornákon is részt vesz, úgyhogy ők kétszeresen fel tudnak készülni. Csenger a vármegy egyik futsal fellegvárának számít. Az Adiban elindult egy sportosztály, és Kárpátaljáról is érkeznek gyerekek az intézménybe. A csapat edzője szerint a döntőknek a sportérték mellett is van hozadékuk. Nagyon szeretjük ezt a nyírbátori tornát. Itt szeretnék gratulálni a rendezőknek is, mert járunk mi diákolimpiára, voltunk nemrégen Pécsen, januárban az országoson, de valahogy ez a nyírbátori torna, ez a szívünk csücske, nagyon szeretnek idejönni a gyerekek, sportbarátságok kötődnek, például a tavaly nagyon jól összebarátkoztunk a győriekkel, ez az idén is folytatódott, tehát már ők sokszor mondják nekem, hogy tanár úr, jönnek ők is, kijutottak ők, én még nem is tudom a hivatalos eredményt, mert egymás közt beszélgetik, úgyhogy azt szerintem a torna maximálisan eléri a célját, legalábbis, hogy itt a sportbarátságok, meg a kapcsolatok, edzők, játékosok között kialakulnak. A csengeriek végül a 4. helyen zárták a döntőt. A győzelmet a Veszprémi Táncsics Mihály Technikum csapata szerezte meg a Pogányos Csibészek Fantázia nevű budapesti együttes előtt. A 3. helyen a Berettyó Újfalui Arany együttese végzett.
Győzelemmel kezdett a taskenti ökölvívó világbajnokságon Kovács Richárd, az NVSC Big Boxing 63,5 kilós EB bronzérmes versenyzője pontozással nyert gánai ellenfele ellen, és így bejutott a legjobb 32 közé. A nyíregyházi ökölvívó a legjobb 16 közé jutásért csütörtökön a franciák Európa bajnoki ezüstérmese ellen lépszorítóva. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász volt a vendége a polgári estés sorozatnak pénteken Nyíregyházán. A századvég tanácsadója az Európai Unió és Magyarország kapcsolatáról, az európai közösség jövőjéről és a támogatások visszatartásáról beszélt az érdeklődőknek. A polgári magatartás újra előtt kell vennünk, újra meg kell szerveznünk magunkat, újra ott kell lennünk. Ezért szervezte meg Vinnai Győző országgyűlési képviselő a polgári esték sorozatot. Pénteken délután zsúfolásig megtelt az egyik nyíregyházi szálloda étterme. A beszélgetés vendége Ifjabb Lomnici Zoltán volt, aki többek között a státustörvény körül kialakult tüntetés sorozatról is beszélt. A tanárok kérdései, felvetései, követelései kapcsán indult tüntetés sorozat, a baloldal sajátjává vált, és ők tematizálják, a baloldali politikusok a tüntetéseket, a tüntetések szlogenjeit, a tüntetések üzeneteit. Ezért kaphatta ezt a nevet a státusztörvény, amelyet kapott, és ezért lehetséges az, hiszen erre már a jelenlegi legnagyobb baloldali formáció vezetője Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök is utalt, mindent megtesznek azért, hogy az Európai Unió vezetése megnehezítse a nemzeti kormány dolgát. Tehát várható volt, hogy ezzel kapcsolatban akár egy kötelezettségszegési eljárás is indulhat, holott egyébként az oktatás az szigorúan véve belügy az Európai Unión belül, tehát tagállami hatáskörbe tartozik. Szóba került a rendezvényen az Európai Bizottsággal folytatott vita a költségvetési támogatásokról és azok visszatartásáról. Ebben a kérdésben nem volt túl optimista az előadó. Az Európai Bizottság nem szavaihető, sőt inkább szószegő, és a lengyeleknél ezt megtapasztalhattuk, hogy egy megállapodást követően is előfordulhat olyan helyzet, hogy mégsem folyosítják a megígért összegeket. Ugye Lengyelország vonatkozásában ez 130 milliárd eurót jelent, hazánk tekintetében pedig olyan 40-42 milliárd eurót 7 évre vetítve. Amit nagyon fontos tudni, hogy ez egy 7 éves keretköltségvetés. Tehát az, hogy az első nap nem érkeznek meg úgy a források, hogy még az előző ciklus pénzei érkeznek folyamatosan Magyarországra, ráadásul például az agrár támogatások folyamatosan gond nélkül érkeznek, azt mondhatjuk, hogy baj nincs. Apró technikai kérdésekben van vita, de azt mindenkinek tudnia kell, hogy ha a kormányzat, a gazdaságfejlesztési miniszter példának akár azt mondja, hogy az uniós pénzek nélkül is fenntartható fejlődési pályára állítható a magyar gazdaság, akkor ezt el kell hinnünk, hiszen valóban csak a 4-5%-át teszi ki az uniós források csomagja a bruttó nemzeti összterméknek. A rendezvényen foglalkoztak Európa jövőjével is. Az előadó és a hallgatóság véleménye megegyezett abban, hogy az Európai Egyesült Államok helyett az erős nemzetek közösségén alapuló együttműködést tartották előremutatónak a következő évtizedekre. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Csökkent az erőszakos bűncselekmények száma, nőtt viszont a közlekedési baleseteké 2022-ben vármegyénkben. Ezért növeli a közúti ellenőrzések számát idén a rendőrség. Erről is beszélt 35 perc című műsorunkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitány. Kovács Judit író és Olá András költő munkásságát ismerhették meg az érdeklődők kedden délután Nagyarban. Az Irodalom és Identitás sorozat következő helyszínén találkozhattak is az olvasók az alkotókkal. Az eseményt a Vármegyei Önkormányzat szervezte. Elismerést kapott a Vármegyei Önkormányzattól Nyírpazony, a közösségépítésben és az identitást erősítő programok okán kapott díjat a település. Az ünnepségen a Nemzeti Művelődési Intézet helyi kézműves szakkörének tárlatát is megnyitották.
Május 3-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, csütörtökön este ismét jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Szerdán este borul, de enyhe idő várható a vármegyében, a hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul. Csütörtökön napközben marad a felhős idő, de órákra kisüt a nap, a hőmérséklet 16 és 21 fok körül várható. A héten marad a tavaszias, kissé változékony idő, már 20 fok körüli délutáni hőmérsékletekkel.